Az ügyfélkapu, az elektronikus ügyintézési rendszer 2005 óta működik Magyarországon. Adóbevallás, időpont, foglalás az okmányirodába, a legtöbben ilyesmire használják. A Népszava viszont néhány napja arról írt, hogy az állami létszám leépítés több érintettje is itt kapott értesítést arról, már nincs munkája. Varga Mihály pénzügyminiszter tegnap ezt a parlamentben is elismerte. Volt, ahol személyesen közölték az emberekkel, volt, ahol a létszám miatt ez elektronikus úton történt meg. Nyilván ahány intézményt annyiféle megoldás volt, de hogy ezek törvényesen kerültek végrehajtásra, és a lehető legmaximálisabban igyekeztünk arra törekedni, hogy segítsünk ezeknek az emberekre, ezt biztosan mondhatom. Varga Mihályt az LMP-s Schmuck Erzsébet kérdezte a létszámleépítésről. Az ellenzéki politikus szerint a minisztériumok nem tartották tiszteletben az emberi méltóságot. Én nem lennék büszke akkor az ilyen jogszabályokra, amelyek azokat az embereket, akik 15-20 évig ott dolgoznak a közigazgatásban, a szakértelmükkel a közjót szolgálják, és úgy tudják meg, hogy ki vannak rúgva, hogy az ügyfélkapun keresztül személytelenül kapják meg a felmondást. Szégyen! Gusztustalan egy eljárás volt, legalább szóban közölték volna szegényekkel, hogy kirúgják őket, de még ennyi gerince sem volt a vezetőségnek, idézi a Népszava a Központi Statisztikai Hivatal egyik dél-dunántúli dolgozóját, aki azt mondta, náluk körlevelet kaptak az érintettek. A szakszervezetek szerint a létszám leépítéssel kapkodnak a minisztériumok. Politikai érdek, hogy minél kisebb feszültség legyen, illetve ami van, az gyorsan elmúljon. A politikai oldalát értem, de mind az embernek, mind az adott minisztériumnak ez így csak rossz. A kormány 3400 embert küld el a minisztériumoktól és háttérintézményeikből, az agrártárca 340-et, sokuk azonban természetvédelmi feladatokat látott el. Ez ellen nyílt levélben tiltakozik 85 zöld szervezet, köztük a WWF Magyarország és a Magyar Madártani Egyesület. Azt írják, hogy a szakemberek felét elküldték, és ez működésképtelenné teheti a környezet és természetvédelem közigazgatási szervezeteit.